Az enyhetél kedvezett a kullancsoknak, gyakorlatilag mára egész évben fontos ellenük védekezni, ráadásul nem csak az erdei kirándulásokon fordulnak elő, de nagy számban ott vannak az utcán, a parkokban és a kertekben is. Az élősködők kétféle betegséget is terjeszthetnek, a bakteriális eredetű Lyme-kort és a vírusos agyvelőgyulladást. Utóbbi ellen létezik védőoltás is. Az agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, egy 3 védőoltásból álló sorozat, amivel mondjuk hosszabb időre meg tudjuk magunkat védeni. A Lyme-kór ellen jelen pillanatban még nincs védőoltás. Amit tehetünk, hogy esetleg riasztó, kullancs riasztó készítményt használunk, hogyha erdőbe vagy olyan helyen járunk. Illetve ami még lényeges, hogy esetleg vigyünk magunkkal olyan eszközt, amivel ha mégis a kullancs ránk tapadt, akkor ezt le tudjuk szedni. A csipesznek ezt a felső részét a bőrhöz odarakva úgy tudjuk becsukni, és tulajdonképpen akkor a kullancs ebbe a kis gödörbe van. A kullancsok kiszedésénél ugyanis nagyon fontos, hogy ne nyomjuk össze az élősködő testét, hiszen azzal a sebbe préseljük az esetlegesen az állatban lévő kórokozókat. Egy ilyen kullancs csipesz vagy kanál beszerzése nem csak az embernél, az állatoknál is nagy segítséget jelenthet. Házi kedvenceink ugyanis legalább olyan érzékenyek a kullancsok által terjesztett betegségekre, mint az emberek. Ezért rendkívül fontos esetükben is az óvintézkedések megtétele. Régebben még úgy volt, hogy elkezdtük tavasszal a kullancscseppeket, illetve a belső védekezésre a tablettákat, és mondjuk tartottuk ezt őszig. Mivel nincsenek keménytelek és nincsenek fagyok, így túlélnek a kullancsok, és ugyanúgy tudnak a tél folyamán is fertőzni. Úgyhogy minden gazdának én azt tudom javasolni, hogy folyamatosan alkalmazni kell a kullancs elleni spotonokat, vagy pedig tablettákat. Ezt lehet úgy kombinálni, hogy a nyári időszakban esetleg egy olyan szerrel felváltani, ami mondjuk a szúnyogcsipések ellen is véd, és így egy kalap alatt akkor a kullancs mellett mondjuk még a szívférgességet is meg tudjuk előzni. Ha az óvintézkedések ellenére mégis belemegy a kullancs az állatba, figyeljük meg házi kedvencünket, hiszen ha bágyattá válik az ebb, illetve sötét színű a vizelete, nagy valószínűséggel valamilyen fertőzést kapott az élősködőktől. Ez esetben azonnal orvoshoz kell fordulni.